L'anatomia dell'anima è sempre stata complicata. A volte amare troppo è un male, odiare è solo una cazzata. Io lo so che sono più di un involucro, ho un elemento biologico. E se sorrido non è detto che stia bene, no. Se sono serio non è detto che stia male, ho promesso di aprire gli occhi anche se cado nel vuoto. E allora cosa c'è dentro di noi? Siamo l'eterno dentro un attimo. E adesso non so dirti chiaramente cos'è che mi fa stare bene quando sto insieme a te. E allora cosa c'è dentro di noi? Se rinasciamo ad ogni battito, se il corpo è solamente l'estensione di me, se ti ritrovo in tutta la bellezza che c'è. Nyáron arra jutottam, hogy a sok inaktív után itt az ideje meglátogatni egy aktív tűzhányót. Az Etnára esett a választás. Hogy miért? Nos, tavaly a bringás sérülés miatt kimaradtam a családunk szicíliai utazásából. Ezen felül geográfus barátom, dr. Nagy Balázs véleménye szerint a hét vulkán kihívásban a kontinens határok miatt ez volna a helyes európai állomás. Egyedül terveztem az utat, de időközben Gábor bácsi érdeklődését is felkeltette a vulkán. Hát nem kellett sokáig győzködni, így szeptember 26-án együtt vágtunk neki a szigetnek. Katániába repültünk, a repülőtérről pedig egyenesen az Etna északkeleti oldalában lévő Lingua Glossa városka felé vettük az irányt, ahová vonattal és busszal utazva jutottunk el. A városban sok látnivaló nincs, de hangulatos település. És ez itt a szállásunk. Elfoglaltuk a szállásunkat, ettünk, este elsétáltunk a kis despárba, hogy elemózsiát vegyünk másnapra, majd ágyba bújtunk. Ébredés után megreggeliztünk, bepakoltuk a cuccainkat, és elindultunk a vulkán irányába. Cimborám nem vitte túlzásba a kiöltözést, ahogy látjátok, egy pumacipőt vett fel a túrára. A La Trajnara ösvényre esett a választásunk, és az a helyzet, hogy nagyon megszívtuk. Vélemény az előző szakaszról? Azt a kurva hétszentségit! Mint utólag kiderült, ezen már sok-sok éve nem túrázik senki, teljesen el van hanyagolva, emiatt a vegetáció szépen vissza is foglalta. Nagy nehezen kikecmeregtünk a csalitosból, és szenvedéseinkért az élet isteni finom fügével kárpótolt bennünket, ami igazán jól esett. Rájöttünk, hogy ez így nem fog menni, ezért letértünk az autóútra, és ott folytattuk az utat. Itt eléggé semmilyen volt a séta, de legalább nem kellett megküzdeni a szederbokrokkal. A Porsche bagázs! Hoppá! Hú-hú. Aztán egyszer csak beértünk a fenyőerdőbe, ami eleinte sajnos sok helyütt szemetes volt. A faóriások között bandukolva, jókedvű kvadosokkal, illetve gombászokkal is találkoztunk. Körülöttünk páfrányok sokasága, a földön lehullott tobozok és megunhatatlan fenyőillat. Azt hittük, aznap már semmi rossz nem történhet. Ehhez képest legalább 3 alkalommal tévedtünk el, ami persze annak is köszönhető, hogy nincsenek normálisan jelölve az utak.
Végül megérkeztünk a Chalet-Clan Deiragadzihoz, és egyből a faházikóban kötöttünk ki. De. Nagyon pöpec kis szállás, reggelivel és vacsorával 60 euró egy éjszaka, ami igazán baráti. Ráadásul kétfogásos, olaszosan ízletes vacsorát kaptunk, ami kellett is egy ilyen nap után. A házikóban nem működött a radiátor, de Gábor bácsi megoldotta, hogy ne fázzon a lába. Lefekvés előtt átbeszéltük a következő nap menettervét, majd álomra hajtottuk a fejünket. Még sötét volt, amikor elindultunk a találkozási pontra, amely 1800 méter magasan van. Ekkor már rutinosan meg sem próbálkoztunk az erdei ösvényekkel, hiszen időre mentünk. A megszilárdult láva áron keresztül vezető autóúton sétáltunk, közben pedig a nap is feljött. Piano Provenzana. Nekünk oda kell menni. Ott a találkozási pont. Természetesen volt bennünk némi izgalom, hiszen augusztusban kitört az Etna, a katániai repülőteret is lezárták egy időre. Kitört Európa legaktívabb vulkánja az Etna Szicília szigetén. A tűzhányó délkeleti kráteréből láva folyamok indultak meg, és a kitörés vulkáni hamuval borította be a közeli utakat és településeket. Igen. A Guide Vulcanologique Etna Nord túraszervező cégre esett a választásunk, ugyanis turisták az Etnán 3000 méternél magasabbra elvileg csak hegyi vezető vagy vulkanológus társaságában túrázhatnak. Rájöttünk, hogy jó néhányan lesznek még rajtunk kívül. Szépen kifizettük az összeget, bemutatkoztunk a vezetőnek, majd bepattantunk ebbe a menő terepjáró buszba. Ilyennel vittek fel bennünket körülbelül 2900 méteres magasságig, és ott vette kezdetét az igazi vulkántúra. Hát eddigi vulkánmászásainkhoz képest ez eléggé turistás élmény volt, de nem akartunk szabályszegők módjára felmerészkedni a kráterekhez, ráadásul így azért biztonságosabb. Az északkeleti kráter oldalában haladtunk felfelé, közben Nikosz, a hegyi vezetőnk, angolul és olaszul is mondta a vulkánnal kapcsolatos érdekességeket. Egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy felértünk a központi kráter peremére, ahol jól arcon csapott minket a füstfelhő. Hoppácska! Ha idejöttök, mindenképpen hozzatok csősálat vagy balaklavát, mert szabályosan meg lehet fulladni a töménykén hidrogéntől. Egészen földön túli és különleges élmény az Etna tetején járkálni, ijesztő belegondolni, hogy mekkora pusztításra képes egy ekkora vulkán. Amit a háttérben láthattok, az a vadul füstölgő délkeleti kráter, a legaktívabb mind közül. Jelenleg ott található a vulkán legmagasabb pontja, ezért nem lehet megmászni az Etnát. Az északkeleti kráter egyébként 1911-ben, a délkeleti pedig 60 évvel később, 1971-ben keletkezett. Sajnos a menet eléggé gyors tempóban haladt, így nem tudtunk kedvünkre bámészkodni. A panorámára ugyanakkor nem volt panaszunk, a törmeléklejtő pedig annyira süppedős, hogy lefelé akár szaladni is lehet. Nikosz lemaradt velünk, és beszélgetés közben együtt kerülgettük az anyós párnáit, ami ezeknek a homoksárga növényeknek a beceneve.
Reggel 8-kor indultunk el a Piano Provenzánától, és délután 14:30-ra értünk vissza. Összességében remek élmény volt a túra, bátran bevállalható azoknak is, akiknek nincs sok tapasztalatuk a magas hegyek világában, de kíváncsiak egy tűzhányóra ilyen közelről. Tartottunk egy kis pihenőt, utána Nikosz kedvesen visszafuvarozott minket a házikóhoz. Befaltuk a vacsorát, átbeszéltük az aznapi élményeinket, majd dőltünk is az ágyba. Jogosan kérdezhetitek, hogy hogyan bírta Gábor bácsi csukája a kemény vulkáni terepet. Nos, így nézett ki a túra végére. Ebből jól látszik, hogy miért fontos a megfelelő lábbeli a hegyek világában. Jó magam egy Kilimandzsáró Mont Nansen túrabakancsot viseltem a vulkánon, és tökéletes volt. Csak ajánlani tudom mindenkinek, keressétek a Hervízben! A reggeli elfogyasztása után szókirakósoztunk egy-két órát a házikóban, aztán megkérdeztük, hogy véletlenül nem megye valaki autóval a városba, mert nem volt kedvünk lebaktatni. Szerencsénk volt, és ez az úriember levitt minket Lingua Glossába. A nap hátralévő részét azzal töltöttük, hogy megnéztük a város érdekességeit, például ezt a halas szökőkutat. Na, ha egyet megbírsz fogni... Igen? Na? Este... Az italodat én állom, az étteremben. Komolytalan vagy. Én mit kapok, aki fogok egyet? Fizetem az italodat. Jó. Tehát három próbálkozásod van. Jó, jó. És nem mosakodni kell ide jönni. És csokot kell adni rá. Na, akkor első próbálkozás. Igen. Hát itt van egy csomó, itt várnak téged. Várjál, jönnek, aha. Aztán majd ránk szól a rendőr, hogy b***tjük a halakat. Ajajajajajaj. Kólát szeretem. A jéghideg kólát. Elúsznak. Hát, igen, ez a fogadás része. A hal az általában elúszik. Mint a fogadásod is. Ott van egy, nézd már az milyen. Na, utolsó lehetőség. Zéro kólát nagyon szeretem. Fólom is tüzet le. Egy öreget keressé. Egy öreget. Várjál, igen. Az is nem lát, mert mögötte vagyok. Jó, hogy nem halat teszünk vacsorára. Mi a tanulsága ennek? Ne fogadj hülyeségekre. Kaptunk egy csodás naplementét, a túránkat pedig természetesen pizzával ünnepeltük. Én az Etna pizzát választottam, és kellően tüzes volt. A második vágányra vonat érkezik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. A második vágányra vonat érkezik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. A kaland előtt a Google térképet bogarászva vettem észre Lingua Glossa vasútállomását. Rákerestem a neten, és kiderült, hogy van egy vasútvonal, ami teljesen megkerüli az Etnát. Ennek a neve Ferrovia Circumetnea. Csöves. Te vagy már egy csöves. Nézd, milyen szép. Ho-ho! Catániában elfoglaltuk a szállást, majd bejártuk a parkot,
Végig sétáltunk a hosszú főutcán, és római kori romokat is láttunk. A hátralévő napokat Szirakúzában és Taorminában töltöttük, október 3-án repültünk haza. Nagyon nagy köszönet a szicíliai kalandért az aranyfokozatú támogatónak, a Hervisnek. A videó elkészülésért pedig az MV Recordnak.